Tisztelettel köszöntök mindenkit Báthon Terenye Város októberhavi testületi ülésén. Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Potocsomps és Gabriella megyei főkapitányasszonyt, Nősői főtanácsasszonyt, illetve főkapitányi urat, tűzhatóság részéről résztvevő kollégákat, munkahelyi központ részéről résztvevő kollégákat, intézményvezetőket, cégvezetőket, minden érdeklődőt. Megkérlek mindenki, hogy legyünk operatív, mert 10 órakor közmeghallgatás van. A testület feladatképességeim megállapítása érdekében megkérném a testület tagjait, hogy nyomják meg az igen hangot. Megállapítom a képviselőtestület 12 tagjából 11 fő jelen van, az ülés határozott képes. Király Attila igazoltam van távon. Tisztelt képviselőtestület, napi rendek elfogadása következik. Javasolnám a tisztelt testületnek, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk meg, azzal a módosítással, hogy 10 napirendi pontként javaslom napirendre venni az ülés előtt kiosztott, ami a Báthon Terenye Város 2022 évi közbeszerzési tervének a módosításról javaslatát, illetve hogyha a testület megszavazza, akkor értelemszerűen innentől a 10-11-es napirendi pontok számozása a 11-12-esre fog módosulni. A 12. napirendi pont személykérdésről van szó, az én tekérésére zárt ülés keretei között fog majd történni. Tisztelt testület, szavazás nem fogsz napirendjére, és a tárgyalási módját, tehát javaslatomnak megkérni a testület tagjait szavazzunk. Megállapodó képviselő 12 tagjából 11 fő elfogadta napirendi pontokat. Első napirendi pontként a Nógrád megyei kadasztrófai igazgatóság Salgótányi kadasztrófai kirendeltségének 2021 évi tevékenységéről szóló tájékoztató és a Salgótányi hivatásos tűzoltóparancsnokság 2021 évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadáshoz javasolt tárgyaljuk meg. A testület nevében tisztelettel köszöntöm Angyar Tibor tűzoltó alezredes kirendeltségvezető urat, aki részt vesz a napirendi pont tárgyalásán, illetve a Báthon Terenye Városnak a parancsnoka is rendelkezésünkre áll, istenazott Péter. Megkérdezném, hogy kívánják-e szóban kiegészítő leírtakat. Angyar Tibor úr, a szó, az a sor, parancsolj! Tisztelt polgármester, ez a feladatunk a közbiztonság erősítése volt a feladatok végrehajtása, illetve az elhárítatatlan káresemények szakszerű felszámolása által. A veszélyforrások azonosítását végrehajtottunk, illetve a lakosság öngondoskodási képességének növelése érdekében felhívtuk a figyelmet a preventív magatartásnak a fontosságára. Kiemelten kezeltük a halálos, sérüléses tűzesetek, a szénmonoxid mérgezések, a kéménytüzek, illetve a szabadtéri tüzek számának a csökkentését. Ezúttal még szeretném felhívni a figyelmet, hogy a szénmonoxid érzékelő, illetve a füstjelző, ezek mind életet menthetnek, hogyha be vannak telepítve a lakásba. A kémények használatánál pedig a karbantartás, a felülvizsgálatra hívnánk fel a figyelmet, illetve hogy megfelelő tüzelőfűtőanyagot használjanak. Az önkéntes tűzoltóegyesületeket, mentőszervezeteknek a erősítése, illetve a káreseti felszámolásokba való bevonása eredményes volt, felügyeletüket segítő támogató jelleggel az együtt gondolkodás egyében hajtottuk végre, és itt szeretném külön köszönni az Észak-Mátra önkéntes tűzoltóegyesületnek, illetve mentőszervezetnek, amely ugye a önök településén működik, kiemelkedő példamutató helytállását. A Báthon Terenye katasztrófavédelmi őrs 2016. augusztus 1-től működik, és ezáltal a térség közbiztonsága lényegesen növekedett. A 21-es számú főútvonal négy sávosításának is köszönhetően ez a térségre Kelet-Nógrád legdinamikusabban fejlődő része. A teljes személyi állomány szakmai felkészültségét kiemelten kezeltük, illetve odafigyeltünk a szakszerű munkavégzésre, valamint az állomány egészségi állapotának megőrzésére, javítására. A kialakult Covid helyzet miatt lényeges változtatásokat kellett nekünk is bevezetnünk, az állomány fertőzés elleni védekezését, az oltási tevékenységben való közelműködést és egyéb új feladatokat, mint például a 60. kórházban a kórházparancsnoki tevékenység ellátása végrehajtottuk. Szeretném megköszönni az önkormányzatnak, illetve a lakosságnak a támogatását, az együttműködésüket, valamint a kollégáinak az elvégzett munkát, és továbbra is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Köszönöm szépen!
megkérdezném, képviselőségben van a kérdés, vélemény, miniszter hozzászólás javaslata elmondottakhoz. Nem látok. Szavazás előtt én szeretném megköszönni a Katasztrófavédelmi Tűzoltóságnak a bátortörvényi tevékenységét és munkáját. Úgy gondolom, és minden egyes alkalommal elmondom, de évről évre erősödik bennünk ez a vélemény, hogy jó döntés volt a bátortörvényi őrösnek a kiépítése, felépítése, kialakítása. Nagyon fontos a térségben élők nem csak a biztonsága, hanem a biztonsági érzete szempontjából is. Ráadásul a vonulási idő is jelentősen csökkent a térségünkben. Talán lehet dolgozni azon, hogy tudjuk bővíteni a bátortörvényi ősnek a állományát, ha lehetne. Ugye, ha vonulásszámot nézünk, az egy legnagyobb vonulásszámú ős a megyében, jó gondolom? Tehát lehet, hogy az állományt majd bővítenek a jövőben. Ez az én véleményem volt, hogy beszélgetek itt a tűzoltó többségével. Tehát elképzelhető, hogyha ilyen vonulás számok vannak, akkor lehet, hogy nagyobb feladatokat és munkákat is lehet rábízni. Hely van hozzá, szándék részünkről megvan, majd egyeztetünk erről az Edes úr időben, és akkor képviseljük fölfele, hogy hát ha tudunk ebben elmozdulást vinni. Szerintem a 21-es út, az itt lévő új ipari létesítmények, illetve az most már 23-as elkerülő út is mind abba az irányba tolják a véleményünket, vagy az időszakot, hogy nekünk szükségeltetni fog egy fejlesztés majd itt az állomány tekintetében, lehet, hogy géppark tekintetében is, de ezt majd fölfele képviselnünk kell. A szakmát ti képviseljétek értelemszerűen, de ez az én személyes véleményem ebben, hogy nagyon jól lelkismeresen látják a munkájukat, de szerintem a legnagyobb vonulásszám itt van, tehát lehet, hogy megérné akkor a terheltségét a helyi állománynak valamennyire csökkenteni, hogy megállva legyen a többiekkel. De kérném szépen, hogy legjobb kedvesen tolmácsolni a köszönetünket a tűzoltók irányába, mind a helyi állomány, tehát a helyi őrs irányába, mind pedig a megyei kirendeltség irányába, és köszönjük ezt a tevékenységet és munkát. Én mind a tevékenység szó tájékoztatót, mint pedig a beszámoló elfogadáshoz javaslatot elfogadásra javaslom a testületnek. Mivel más hozzászólást nem látok, elsőként szavazásra fel az egyes számú határozatjavaslatban jelenteket. Tájékoztatót megkérném a testület tagjait, fogadjuk el, kérem szavazzunk. Megállapodunk a képviselőtestület. 11 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta, másodiként szavazást teszem fel a kettes számú határozatjavaslatban foglaltakat, ez a beszámoló lenne. Megkérném a testület tagjait, erről is szavazzunk. Megállapodunk a képviselőt, ezt is 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadtam. Köszönöm szépen még egyszer, és a szóbelkiegészítést is. Másnapi rendi pontként a bátortörvényi rendőrkapitányság 2021 évi tevékenységről szó beszámoló elfogadásról szavazott, tárgyaljuk meg. A testület nevében sok tisztelettel köszöntöm dr. Somsics Gabriella, rendőri nagydátábornok asszonyt, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány asszonyt, illetve Csík Csaba rendőrvezetes urat, kapitányság vezetőt, aki részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán. Egyben meg is kérdezném őket, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni a leírtakat. Köszönöm, kérek engedélyt a szóbeli kiegészítésem megtételére. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester, tisztelt képviselőtestület, tisztelt televízió nézők, engedjék meg, hogy rövid szóbeli kiegészítést tegyek a 2021 évi tevékenységünk értékeléséhez. Ugye a fő célkitűzésünk volt, mint ahogy korábban is, a térségünkben a megfelelő közbiztonságot biztosítani, lakosság szubjektív közbiztonság érzetének szinten tartása, hatékony fellépés a jogsértőkkel szemben. Minden esetben próbáltuk úgy szervezni az állományunkat térben és időben, hogy ott legyünk, ahol szükséges a különböző rendezvények, a térségünkben beállt változásokra időben
próbáltunk minden esetben reagálni. Ezekben a feladatokban számíthattunk az együttműködő partnereinkre, és itt szeretném kiemelni és megköszönni a polgárőr egyesületeknek a tevékenységét. Ugye a polgárőrség, mint kiemelt stratégiai partnerünk, tevékenységünket több esetben újra kellett gondolni, újra kellett tervezni a COVID-19 világjárványból eredő feladatokból a járványügyi veszélyhelyzet kezelésének megfelelően. Összesen megnézzük a 2021-es évet, 2010-hez viszonyítva még mindig jelentős csökkenés tapasztalható térségünkben, és a nyomadás eredményességi mutatónk 81% fölött van, én azt gondolom, hogy ez is kiemelkedő, egyébként több tekintetben is, ezt már a végén szeretném összefoglalni, tehát itt is szeretnék üzenni azoknak a helyi vagy átutazó bűnözőknek, hogy Bátortelenyes térségében nem jó bűnözni. 10-ből 8 ember biztos, hogy elfogunk. Tehát, és ezt bízom benne, hogy valamilyen szinten elrettentő példa is lehet. A területi bontásban megnézzük a településünket, ugye a város továbbra is kiemelkedő, és hát nem messze tőlünk van nekünk egy Mátra verebélyünk, de az egy másik történet. Most a városról szeretnék beszélni. Tehát a 2010-hez nézzük, igaz, hogy az előző évhez képest egy minimális emelkedés tapasztalható, viszont a bázis évhez, 2010-hez viszonyítva még mindig kevesebb, mint fel annyi bűncselekmény történt 2021-ben. Ami leginkább most azokat a kategóriákat szeretném bemutatni, ami leginkább befolyásolja a lakosság szubjektív közbiztonság érzetét, tehát a közterületen elkövetett bűncselekmények gyakorlatilag a tavalyi évhez képest is elmondható, hogy jelentős, 2010 évhez képest még inkább jelentősebb, és itt szeretném a nyomozás eredményességi mutatóra fölhívni a figyelmet, hogy onnan indultunk 2010-ben ott, és most hol tartunk, tehát itt a 10-ből 9-et tudnám megemlíteni a hatékony munkavégzés érdekében. 100 000 jutó, én azt gondolom, hogy számok magukért beszélnek. 14 kiemelten kezelt bűncselekmény, szintén csökkenő tendenciák tapasztalhatóak. Nézhetünk is tovább, köszönöm. És ez is a területi megoszlásba. Itt azért elmondható, hogy ebben a kategóriában a város területén is sokkal kevesebb, egyharmadnyi csökkenő 2010-hez képest, és még a tavalyi évhez, tehát a 2020-as bázis évhez képest is csökkenés tapasztalható. Lopások, ez nekem külön kiemelt figyelmet fordítunk a lopásokra, és elsősorban a bolti lopásokra. Itt szeretném megemlíteni, hogy ha nincs kizáró ok, akkor szeretnénk gyorsított eljárásban lefolytatni a bolti lopásokat, bíróság elé állítani, ami azt jelenti, hogy általában 3 napos szabálysértési őrizetbe veszük. Jó lenne, ha elterjedne az, hogy bátorban ne menjetek lopni, mert becsuknak benneteket. Tehát ez jó úton haladunk e felé egyébként. Na hát a következő, köszönöm. Ez csak egy ilyen felvillantás, hogy a város és a községek. Itt is azt hiszem, hogy jól látszik mind a városban, mind pedig a többi 7 településen a tudomásunkra jutott bűncselekmény számok, illetve azoknak az alakulása. Közterületén töltött óráink száma csökkenést mutat, ennek több oka is van, de azért, hogy közbiztonsági deficit ne keletkezzen térségünkben, nagy szerepet, nagy segítséget kapunk a polgárőrségtől, nagy segítséget kapunk a megyei főkapitányságunk MEGTA egységétől, valamint közlekedésrendészeti állománytól, és ugye amit 2018-ban elkezdtünk a készenléti rendőrségnek
a lovas-kutyás egységeit. Továbbra is örömmel veszük, hogyha segítenek nekünk, és jelenthetem bátran, hogy havi rendszerességgel megjelennek a térségünkbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy viszonylag a 2010-hez egy jelentősebb óraszám csökkenés mellett megpróbáltuk olyan hatékonysággal szervezni a közterületi jelenlétünket, hogy nemhogy közbiztonsági deficitet, hanem további bűncselekményszámú csökkenéseket tudtunk regisztrálni, vagy úgy szervezni azt a tevékenységünket, hogy ez lett az eredménye. Köszönöm szépen! A szabálysértési előkészítő eljárások a tavalyi évhez képest némi emelkedés tapasztalható, viszont ugye erről 2013-tól van, akkor került vissza a rendőrség feladat és hatáskörében, 13 második fél évétől, azt tekintjük most bázis évnek, hát ahhoz képest ebben a területen is csökkenés mutatható. Balesetek, sajnos két halálos közúti közlekedési balesetünk is történt 2021-ben, ez pont kettővel több, mint ami elfogadható. Egyébként a balesetek száma az stagnál, ebbe mindenképpen szeretnénk előrelépni. Bízunk benne, hogy ugye a 21-es út kétsávosítása a gyorshajtás is elősegíti, de bízunk benne, hogyha a 23-as számú főút is elkerülő út meg fog épülni, biztonságosabb lesz térségünkben a közlekedés, és itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy fölhívjam mindenkinek a figyelmét, hogy tényleg mindenkit hazavárnak, és próbáljon meg mindenki. Továbbra is a három halálosnak mondott leginkább az idő, tehát a gyorshajtás, a passzív biztonság, és most már az előzés, a kanyarodás szabályainak de nem tartása. Kérek mindenkit, hogy figyeljünk. Kiemelten kezeljük a ittas vezetőknek a kiszűrését, továbbra is, bár ez is remélem azért van egy minimális csökkenés, mert kevesebben fogyasztanak alkoholt gépjármű vezetés közben. Ahogy említettem, kiemelt stratégiai partnerünk a polgárőrség. Szinte ha nézzük az 530 alkalmat éves szinten, az azt jelenti, hogy naponta körülbelül másfél közös szolgálatot látunk el polgárőrökkel. Én azt gondolom, hogy ha ezt sikerül megtartanunk vagy növelni, akkor és ez a célunk és ez a tervünk. Bűn és baleset megelőzés, csak néhány képet szeretnék fölvillantani, mert tudom, hogy rövid az időm, de igyekszem befejezni időbe. Köszönöm, lépjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. És ugye az évi feladatokat ezt úgy hagynám egy kicsit közben, engedjék meg, hogy megköszönjem polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, a lakosságnak a támogatását, a segítséget. Én bízom benne, hogy olyan kollégáimmal találkoznak, akik tényleg a lakosság érdekében teljesítik a szolgálatokat, és azért tesszük a feladatunkat, hogy önök biztonságban érezzék magukat. Ebben a gyönyörű természeti környezetben én azt gondolom, hogy a rendőrkapitányság az önök támogatásával, segítésével, az együttműködő partnereink segítségével tudunk olyan biztonságot garantálni, amely elfogadható a lakosság számára. A kapitányság életében 2021 év az egyik legsikeresebb év volt, és nagyon szépen megköszönöm itt előjárónak is, és polgármester úrnak is, hogy az állomány munkájának elismeréséért a Nógrád megyei közgyűléstől Szondi díjat vehettem át. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket is, várom kérdésüket is, jelentem, befejeztem. Jó, köszönöm szépen. Mi a vitára bocsájtanám, pár hozzá fűzni volt én is tennék, tehát nem a vita után, hanem most.
kapitány úr még így is szerény volt, bár próbáltam tatónot adni, hogy milyen tevékenységet végeznek, és milyen eltérések van a 2010-es bázis ponthoz képest. Itt azért nem beszéltél arról, hogy az országos értékelésben hogyan szerepelt a rendőrkapitányság, tehát milyen helyet foglaltok el, szerényen nem említetted, de az ország 10 legjobban teljesítő kapitányság között van Bátortenyi kapitányság, tehát országosan is jegyzik a tevékenységet, tehát nem csak egy ilyen öntöményezés a mostani beszámoló, hanem ténylegesen tartalom is van mögötte. Ha a tiszteletestület, illetve a főkapitány asszony és rendőrkapitány megengedik, kicsit bővítenék itt a dicsérő szavakon, és nem csak a 21-ről beszélnék, és nem csak a Bátortenyi rendőrkapitányságról, bár minden is megérdemel, hanem az együttműködés, amely mondjuk már régebben elkezdődött a Bátortenyi kapitánysággal, de szerintem az elmúlt időszakban szintet lépett, és nem csak a városi, hanem most már megyei kapitánysággal is. Az elmúlt időszakban több olyan projektünk volt, előadások, akár a drogprevenciós program, akár a bűnmegelőzési, akár a közlekedési balesetekkel szembeni akciók, amelyek Bátonyban adtak helyszínt, vagy kaptak helyszínt, illetve vannak egyéb akciók is, amelyekben köszönöm szépen a partnerséget a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság és a Bátortenyi kapitányságnak is. Ilyen volt például az illegális hulladékok elhelyezésével kapcsolatos konferencia, amit Bátortenyén tartottunk meg, és talán novemberben lesz a folytatása. Ilyen az tevékenység, hogy a baleseteket ki tudjuk szűrni a 21-esen és a baleset megelőzési tanács pályázott főkapitány asszony a Trafiboxra. Tehát a Nógrád megyei baleset megelőzési tanács pályázott és nyerte egy Trafiboxot, amelyet a Súlyomhegynél fel tudunk majd állítani. Ennek a költség mondjuk minket fog terhelni, de az eszközt, mint olyat a főkapitányság nyerte el. A főkapitány asszony felvetésére készül az az emlékmű, amely a volt összetartozási emlékpark helyét veszi majd át. Már most lehet látni az állók sziluetteket, ami pont ezt szolgálja, hogy sokkolja a 21-es látóforgalmat, és írja fel a figyelmet akár arra, hogy ne szolgálnak át a 21-esen, mert ugye ezt is mutathatja, akár azt, hogy ne száguldozzanak az úton, ittasan ne ügyenek gépjárműbe, mert tényleg mindenkit hazavárnak, és a legfontosabb, hogy az életeket tényleg meg tudjuk menteni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg szintet lépett ez a kapcsolat mind a főkapitányság, mint pedig a kapitány úrékkal. Látom, hogy az a tevékenység, amelyet végeznek, tehát elébe mennek a munkának, nem csak nyomkövetésen vannak, hanem ha a falun élnénk, nem pedig városban, akkor azt mondanám, hogy tudják, hogy kik a falu rosszai, és akkor azokon azért a szemüket árgus szemekkel rajtuk tartják, és csak azt várják, hogy kicsikét hibázzanak, és akkor tudják azt, hogy a lehető legjobb az, hogyha ezek a személyek megfelelő helyen vannak, és megfelelő figyelem alatt vannak. Úgyhogy ennek a tevékenység az áldott tevékenysége is látszódik a mutatókon, illetve zárásként csak két dolog még, az egyik, hogy kapitányok mindent elkövet abban az irányba, hogy lehetőleg több információval rendelkezni, és legtöbb információt osszam meg velünk, ezért minden héten, ha ő nincs akadályozva, akkor személyesen, ha akadályozva, akkor a helyettese, vagy a megbízottja bejön egy 5-10 perces, 4 órás, 5 órás beszélgetésre, kávézásról, átbeszéljük az elmúlt hét eseményeit, történt valami olyan a városban, a térségben nem történt, esetleg mi várható, nekünk milyen döntéseink vannak, közlekedésbiztonság vegyében vannak-e felvetéseink, van-e valami információnk, és egy folyamatos kontaktus van. Szerintem nagyon jó, hogy ezt így meg tudjuk élni, szerintem kapitány úrnak is, szerintem nekem is, vagy nekünk is, nem szerintem nekem is, értelemszerűen a városnak is, mert ebből látjuk azt, hogy ténylegesen napi szinten milyen tevékenységek folynak, kapunk egy kis betekintést a kapitányságnak a munkájába, és a városnak abban az életében, hogy lehet, hogy az embereknek fogalmuk sincs, és csak azt látják, hogy a rendőrség megint itt és itt is igazoltat, és itt van a Trafipax. De ezen túl sokkal szertágazók, sokkal szélesebb körű tevékenységet végeznek, a bűn megelőzéstől, teljesen a bűn elkövetőknek az elfogásáig bezárólag. Tehát egy nagyon széles tevékenységi körrel rendelkeznek, és csak gratuláltuk az állománynak. Kapitány úr, főkapitány asszony, kérném szépen, legyenek, hogy kedvesek tolmácsolni az állomány részére köszönetünket és elismerésünket.
személy szerint én és a testület mindent el fogunk követni, hogy ezt a kapitányság dolgozói hivatásos rendőrök érezzék. Ezért is van az, hogy minden egyes évértékelőnél vagy évzárásnál a városa, a közbiztonsági alapítványon keresztül a 2-3 kiemelkedő tevékenységet nyújtó rendőrnek a kapitány javaslatára egyszeri elismerést biztosít. És ugyanezt felhívnám figyelmet Tóth Péter parancsnok úrnak, illetve Angyal Tibor rendőrségvezető úrnak is, hogy rendőrségvezető? Sautere, igen, vezető az edes úrnak is, hogy a tűzoltóság irányába is szeretnénk ezt a tevékenységet elkezdeni, hogy addig ott egy ajándékcsomaggal jelentünk meg, de hogyha úgy gondolják, hogy vannak olyan elismerésre méltó tűzoltók, a szóvédők, akiket ki lehetne a városra tüntetni, akkor állunk elébe, hogy érezze az állomány, hogy velük is meg vagyunk elégedve, és bővítenénk ezt a kört, ugyancsak a közbiztonsági alapítvány segítségével, igénybevételével. Ezt a részt befejeztem. Tisztelt testület, vitára bocsájtom akkor a előtt helyeztést. Válaszolj, és már képviselő vagy a szó. Köszönöm, polgármester úr, akkor most megadnám meg én az alkalmat, hogy én előzőleg egybe akartam, de köszönöm szépen én is a katasztrófavédelemnek és a tűzoltóságnak a végzett munkát, mert azt gondolom, hogy így jó kezekbe vagyunk, és az ember így nyugodtabban hajtja álomra a fejét, és akkor rátérik rá, hogy egy olyan aspektusra, amit egy kapitány úr nem említett, de mi nagyon hálásak vagyunk itt, az iskolaőröknek a szerepe egyébként. Én ezt nagyon szeretném megköszönni, mert amióta iskolaőrség működik, azt gondolom, hogy ez pozitív hatással van, akár a szülők is jobban biztonságban tudják a gyermekeiket, és egyébként a tanulóknak sem árt, és még másfél hónap telt el, de már 4 rendőrségi előadásuk volt, 4 osztály részesült bűnmegelőzési előadásban, úgyhogy azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ezen kívül nem beszélve arról, hogy a rendőrség vette át ugye az iskolakerülőknek a felszólítását is, tehát hogy milyen sokrétű ez a feladat, tehát napi kapcsolatban vagyunk gyakorlatilag a rendőrséggel. Úgyhogy én ezt mindenféleképp szeretném megköszönni, és még itt ugye a partnerekkel kapcsolatban ez a Bátorintén és Környékek Közbiztonsági Alapítvány, tehát az nagyon-nagyon sokat jelent nekünk, hogy, és ezt polgármester úrnak is szeretném megköszönni, meg az alapítvány vezetőjének, hogy a Kossuth iskola most körbe bekamerázásra került, és azt gondolom, hogy ez nagy mértékben növeli a biztonságunkat is. Úgyhogy ez egy nagy vívmánynak értékeljük, a kollégák is nagyon örülnek neki, egyébként a szülői munkaközösség is örül neki. Úgyhogy én további jó munkát kívánok, és ilyen partneri kapcsolatot ugyanúgy minden szervezettel, tehát az iskola nyitott bármilyen ilyen előadásokra, bármilyen partnerségre, úgyhogy én további jó munkát kívánok mindenkinek, és köszönjük szépen ezt a tevékenységet. Köszönöm. Köszönöm, polgármester úr. Hát én is azzal kezdeném, mint a várszégi képviselő társam, hogy én is megköszönném a katasztrófavédelemnek. Hát nem egyszerű év van mögöttük, a teljekor a szájos szárosság mellett ugye nem volt egyszerű az eddig eltöltött idő. Mivel rendőrségi beszámoló van, az én területem, ugye én gépkocsi vezető vagyok, autóbuszvezető, tehát egy kicsit a Kressz oldalára térnék át amellett, hogy nem jó, mondta kapitány úr, mert nekem sokkal jobban hangzik az a 100-ból 83, mint a 10-ből 8. Tehát azért szebb az eredmény, hogyha ezt így nézzük, mert azért ezt ne felejtsük el. Visszatérnék rá, amit én nagyon, nagyon jónak véltem, hogy az iskoláknak ugye megjelentek a rendőrök. Reggel itt a Kossuth iskolánál is látom őket, de főképp itt be vannak parkolva itt a Bartók iskola előtt, amit tudjuk, hogy miért van. Tehát nem egy egyszerű körzet ez, úgyhogy ezt én azóta látom, hogy azok a személyek, akikről én úgy gondolom, hogy nem úgy élnek, mint egy egyszerű ember, azok úgy nagyjából eltűntek annan. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm, egész nyomatékosan köszönöm, hogy de tudják nagyon jó, hogy mire gondolok. A balesetekre visszatérve, balesetek elkerülésének visszatérve erre, én úgy gondolom, hogy a Kressz szabályának be nem tartása az elég itt van a városban. Tehát olyan módon megszaporodtak a gépkocsik, és nagyon sokan úgy vannak vele, hogy megyek, Kressz van, akkor is megyek, hogyha nincs elsőbségem. Tehát vannak olyanok, hogy,
hogy rá kellene egy kicsit jobban koppintani, talán, és akkor talán balesetek elkerülése is ezáltal jobban előtérbe helyeződne, és én amellett, hogy tényleg átjárom a várost, nagyon sok helyen találkozok rendőrautóval, kis utcákba is jön ki egy, tehát ennek nagyon lehet örülni, viszont az igazoltatásokban én úgy gondolom, hogy én amit látok, hogy vannak még olyan emberek, van nem sok, tehát azért ezt ki lehetne szűrni, hogy akik jogosítvány nélkül vezetnek, azt én jobban ellenőrizném, hogyha elszágult egy autó, és látom, hogy ül benne egy 14-15 éves gyerek, az nem biztos, hogy az jogosítványra rendelkezik, sőt biztos, hogy nem. Tehát ugye nem mondom, hogy nem látok igazolt, de tényleg sokat látok, hála jó Istennek, és én ennek örülök is. Sőt, még engem is megállítanak, amikor jövök haza, letettem a szolgálatot, jövök haza, megállítanak. Ez nagyon jó dolog. Úgyhogy főleg a esti órákban, de már most ezek a zsiványok napközben is ténykednek, úgyhogy erre majd egy kicsit összpontosítsunk. És akkor nem véletlenül a buszmegállók védelmét ide fölírtam magamnak, hogy nagyon sokan figyelmen kívül hagyják azt, hogy nem állunk be buszmegállóba. Még ha cigarettáig szaladunk be, akkor se állunk meg. És azért erre van egy szabály a keresztben is, jó lenne ezt a rendőrség egy kicsit jobban ellenőrizni. Úgyhogy összességében annyit még el akartam mondani, hogy ezek az eredmények, ezek nem maguktól jöttek, ezek az eredmények, és ez érezhető. Tehát én ebben a testületben benne vagyok 16 éve, és nagyon-nagyon szépek ezek az eredmények. Úgyhogy ez érezhetően jó a rendőrségnek a munkavégzése. Én azt elmondhatom, úgyhogy gratulálok mind a kettőknek, kapitányosznak is, hogy jó kapitánya van Bátonterenyének, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én is rendőrkapitány úrnak szeretném megköszönni, mert amit a Feri említett, az én közvetemben vannak ezek a problémás esetek. És még egy évvel, fél évvel ezelőtt a lakók mindig telefonálgattak nekem, hogy ugye beszéltünk is erről, hogy most itt van Ramazuri, meg ott van. Mostanában tényleg egy 3-4 hónapja már nincs ilyen telefonos bejelentés, tehát valószínűleg valami történt, úgyhogy én is köszönöm szépen. Egyéb hozzászólást nem látok, főkapitány asszony, akkor megadnám a szót. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Polgármester úr, alpolgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt bennünket néző lakosság. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy kapitány úr beszámolhat a 2021 évi tevékenységünkről. Én ezt mindig egy kicsit olyan ünnepnek is tekintem, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy akikért mi teljesítjük a szolgálatunkat, nekik tudjunk adni visszajelzést arról, hogy mit végzünk, miért végezzük azt a feladatunkat. És hát így találták ki, hogy ez az a fórum, ahol mi a képviselőtestületen keresztül a lakosság részére adhatunk egy közvetlen tájékoztatást. És ezt tényleg komolyan gondolom, hogy ez valahol egy ünnep nekünk, hogy ezt megtehetjük. Köszönöm így még egyszer a lehetőséget. Amit meg még jobban köszönök, azt az együttműködést, azt a közös gondolkodást, amit Bátonyterenyében mind polgármester úr, alpolgármester úr, a képviselőtestülettől, de akár az itt élő lakosság jelentős részétől megkapunk, mert enélkül nem tudnánk így teljesíteni a szolgálatunkat. Köszönöm nyilván a stratégiai partnerünknek, a polgárőröknek, de köszönöm szépen a katasztrófa védelem munkatársainak is, hiszen azért mi háttérben nagyon-nagyon sok közös ügyben dolgozunk. Összefogás és együttműködés nélkül ezeket az eredményeket nem tudnánk elérni. De ha tudatosan tervezzük és szervezzük a mindennapjainkat, meghalljuk azt, hogy mi fáj egy lakóközösségben, milyen panaszaik lehetnek. Én mindig azt mondom, hogy a lakosság részéről jövő panaszt meg kell hallani.
lehet, hogy mi valamit nem veszünk észre, és nem kritikaként kell értékelni a mi munkánk irányában, hanem jelzéseknek. Nyilván mi is élünk egy lakó környezetben, ott is sok mindent észreveszünk, van lehet, hogy amit nem, tehát csak köszönhetjük azt, ha jeleznek a részünkre. Az már a mi dolgunk, hogy a megfelelő lépéseket megtegyük. Tehát én köszönöm az itt elhangzott javaslataikat is, és még egyszer az együttműködésüket, mert tényleg ezek az eredmények, bár az én kollégáimnak a szemszerűsített eredményei, de ez ennek a közösségnek a közös sikere. De arra is kérem, hogy adjanak lehetőséget, hogy itt önök előtt köszönjem meg a Bátony Terenyei Rendőrkapitányság vezetőjének és rajta keresztül az egész személyi állománynak azt a munkát, amit az önök biztonságáért minden nap a szolgálat teljesítés közben megtesznek, és tesznek ezt egyébként, mivel most már azért október 26-át írunk, megnyugtatom 2022-ben is önöket ugyanilyen lelkesedéssel. Én gratulálok az én kollégáim teljesítményéhez, és még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a beszámolóhoz. Kérem, hogy a továbbiakban is ugyanúgy támogassák a kollégáimat, akár a megyei rendőrfőkapitányság munkáját is, ahogy eddig tették. Közös érdekünk az, hogy mindenki biztonságban éljen. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen a főkapitány asszonynak a szóbeli kiegészítést, és ha már azt mondta, hogy a beszámoló ünnepi alkalom, akkor felhívom a testületnek a figyelmét, hogy lesz egy ünnepi alkalmunk, ami a rendőrkapitánysághoz köthető a jövő héten, november 3-án, 30 éves a Bátonyi Rendőrkapitányság, aminek az alkalmából Bátonyi Terenye városa ünnepi közgyűlés, ünnepi testületülést fog összehívni, tehát a képviselőknek regisztráció mellett kötelező a részvétel, így mondjam, tehát ünnepi jellegű, nagyobb rendezvényt szerveznénk, ezért szeretném, hogy mindenki részt vegyen, tehát testületülést fogok összehívni erre az egy napra, egy napi rendi ponttal, hogy méltósuk a rendőröket is ünnepeljük együtt a rendőrséggel a 30 éves fennállását. Nagyon fontos, másik azért is, mert volt olyan időszak, amikor akár igaz volt, akár nem, de voltak olyan plegykák, hogy a Bátony Terenyei kapitányságot leminősítik, őrsé, emlékszünk még rá, ugye? Tehát voltak ilyenek egy jó pár évvel ezelőtt, még nem most, de jó pár évvel ezelőtt. Most ehhez képest pedig ott tartunk, hogy ünnepeljük a 30 évet, és meg vannak elégedve a munkájával. Tehát nem, hogy leminősítenék, hanem mondjuk azt, hogy vízubeton még fejleszteni, és tudják ezt is, nem csak a tűzoltóságot. Persze, ezt tudom, hogy nem a főkapitány asszony múlik, mert az ő szándékán volna, akkor biztos, hogy fejleszteni, de így is lehetőséghez képest tudom, hogy megkaptak mindent és helytállnak. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a beszámolót és elfogadásra javaslom. A képviselet jelenlévő 11 tagja egyhangulag a beszámolóban foglaltakat elfogadta. További eseménymentes napokat és jó munkát kívánok, és akkor megengedném a rendvédelmi dolgozóknak, hogy az ülésteremet elhagyják. Elköszönnék. Folytassuk, harmadik napjáni pontunk következik. A Bátony Terenye foglalkoztatás és munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatót tárgyaljuk meg. Köszönöm nagyjából tisztelettel, köszöntöm Gulyás Mihály Zoltán, azt nevezd úrat, aki részt vesz a napi rendi pont tárgyalásán, meg is kérdezem, hogy kívánja szóban kérdezni a leírtakat. Parancsolj! Tisztelt polgármester úr, tisztelt alpolgármester úr, tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! A korábbi évekhez megfelelően az a beszámoló, ami otthon önök előtt az asztalon, ez nem csak a foglalkoztatási osztály, hanem a főosztályunk, a szakmai felügyetet vettő főosztályunk is a közös munkája. Ott vannak a tények, ott vannak a számok, ezekhez
igazából sok mindent hozzá tenni nem tudok. Viszont itt elhangzott maga az iskola őr úgymond program, ami úgy gondolom, hogy mi is igyekszünk kivenni a részünket. És ha nálunk regisztráltak körében, akit úgy látjuk, hiszen sok adattal rendelkezünk, hogy alkalmas terjeszteni és segíteni a BM-nek ezt a munkáját. Ez éppen úgy igaz a honvédségre is, hiszen a honvédség is komoly, a hosszú ideje komoly munkát fektet a toborzásba. Ebből szintén, ahogyan csak lehet, igyekszünk segíteni. Viszont kihasználnám az alkalmat, és szeretném megköszönni az önkormányzatnak, hogy hosszú évek során folyamatosan biztosítja a részünkre a helyet az állásbőrzeink megtartásához, hiszen ez évben is, hál' Istennek, már két állásbőrzén vagyunk túl. Itt viszont el kell mondjam, hogy azért nem egyszerű helyzetben van ugye Bátony terenye városa, és maga a járásunk sem, hiszen egyrészt a művelési háznak a kapacitása részünkre is azért egy olyan határt szab, ahol bizonyos létszámú munkáltatót tudunk meghívni. Visszaemlékezve annak a polgármester úr szavaival még a tavaszi állásbőrze megnyitása kapcsán, annyit szeretnék hozzátenni ezekhez az adatokhoz, hogy hiába egy osztály, hiába egy közigazgatási szerv, egy kormányhivatal, aki úgymond a munka teremtése, a munka lehetőség és az ellátások biztosítása mellett mindent igyekszik elkövetni, hogy minél több embernek biztosítson úgymond valamilyen szintű, de mégis egy biztonságos megélhetést, azért ez valóban hiányzik maga az embernek, az akad szándéka. És az a probléma, hogy én inkább azt láttam az utóbbi időben, hogy a nagy többségnél, akik nálunk rendszeresen regisztrálva vannak, ez a szándék az, ami nem feltétlenül pozitív. Tehát, hogyha pénzről van szó, akkor azt látom, hogy a képességünk, lehetőségünk szerint támogatásokat biztosítunk folyamatosan, de nagyon sok olyan emberke van nálunk, aki pénzt csak úgy szeretne pénzhez jutni, hogyha nem kell mellette úgymond munkát végeznie. Ez tény. Sajnos ez egy ismétlődő probléma. Nagyon fontos még, amit szeretnék kiemelni, hogy bár pár mondatban szerettem volna hozzászólni, csak nagyon röviden, amit kiemelnék, hogy a kapcsolatunk, hál' Istennek, mindig is jó volt az önkormányzattal, akár a közfoglalkoztatás terén, annak olyan nehézség, amik egyébként a mi közös problémáink, és néha, hogyha vannak is vitáink, ezeket elég szépen azért le tudjuk rendezni. És úgy látom, hogy ez, ahogy eddig is jó szinten volt, ez továbbra is így lesz. És hát én azt kívánom, hogy a mostani, ugye eddig volt a Covid, a járvány probléma, most itt van egy komoly válság, ami csak egyre nehezíti nem csak a mi, hanem egyáltalán a mi valamennyiünknek a, úgymond a közös munkáját. Úgyhogy én ehhez kívánok kitartást, amire nekünk is szükségünk van, és hát nagyobb és jobb sikereket, mint amiket eddig el tudtunk a nehézségek ellenére érni. Köszönöm szépen, így szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm szépen, hogy ez a kérdés véleményezni az eszves oldalát a terjesztéshez. Fiók Tibor, tipsorézó. Köszönöm, polgármester úr. Hát én meg szeretném köszönni a munkahelyi központnak a ténykedését az elmúlt időszakban és egész időszak alatt, mert 2010-től mióta a közfoglalkoztatás megy és működik, olyan kapcsolatban vagyunk, én azt hiszem, hogy egy kiváló kapcsolatnak számít. Mindenben, ami lehetőségünk volt, meg lehetőségük volt, azt megadták nekünk, meg is adják. Én csak azt kívánom, hogy továbbra is így legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én egy kérdésem lenne, hogy a Bátony terenyén lévő cégek, vagy a környékünkön lévő cégek milyen gyakran, vagy milyen mennyiségbe kérik az önök segítségét, mondjuk munkaerő igénylés alapján? Köszönöm a kérdését, képviselő úr.
nem akartam sokat beszélni, de most emlékeztetett pont egy hiányosságra, amit kihagytam pont a Bátony Terényi cégek kapcsán. A munkaigényekkel nincs is baj, tehát azok általában azt kell mondjam, hogy folyamatosan. A probléma kicsit összetettebb, és ez nekem és mindnyájunknak valamilyen szintű fejtörést is okoz, hiszen a támogatások kapcsán mindig fölmerül egy olyan probléma, a cégeket is érintő probléma, hogy nagyon sok esetben, de hát ezzel nem tudunk mit kezdeni, nagyon sok esetben a cégek igénybe veszik a támogatásokat, viszont csak addig az időpontig foglalkoztatják a felvett munkavállalót, amíg az a támogatás tart. És ez tény, hogy bebizonyítani úgy tudjuk, ahogy bejön a illető hozzánk és elmondja, hogy ő vele aláíratták a felmondását. Tehát nem éri el azt a célt a támogatás, ami egyébként azt szolgálná, hogy adjon egy kezdeti löketet, segítséget, egy beilleszkedést a munkavállalónak többek között abban a munkakörben, amiben éppen fölveszik, illetve hát maga a munkáltató is meggyőződjön arról, méghozzá támogatás mellett, hogy valóban az illető megfelel neki, és a későbbiekben ő azt dolgoztatná a munkát, adna neki. Tehát ez nem érvényesül. Azt is el kell, hogy mondjam, már gondolkoztunk azon, nem tudom, hogyha kicsit fordítva lenne, hogyha nem a támogatást kapná meg mondjuk a munkáltató, vagy éppen a munkavállaló, hogy egy több oldalú támogatási rendszer is volt már, még van jelenleg is, hogyha előtte mondjuk egy fél éves támogatás esetében, hogyha először fél évig a saját költségén, úgymond a munkavállaló, a munkáltató a munkavállalót foglalkoztatná, és hogyha megvan ez a fél év, akkor vehetne igénybe egy másik fél évet, ami viszont már olyan módon, hogy támogatás alatt állna. Tehát ez lenne egy célszerű fordított formája az eddigi meglévő támogatásoknak, és akkor legalább gondolom egy évet tudna dolgozni az illető. És akkor talán meggondolnák azt, hogy azt követően akkor végig a támogatásnak, hogyha már belefektettek ennyit, akkor megtartsák-e vagy sem. Tehát ezek problémák. Egyébként maga a munkaerő igények azok általában folyamatosan érkeznek. Mi szűrjük és lehetőség szerint irányítjuk is az embereket. Jó a kapcsolat, hál' Istennek egyébként a helyi munkáltatókkal. Kiváló, nem is olyan régen egy kiváló bőrze kapcsán erősítettük, sőt, el kell, hogy mondjam egy annyit ennek kapcsán, hogy most már nem csak a helyi vállalatokat, képviselőiket hívtuk meg. Pontosan abból kifolyólag, hogy nem csak a polgármesternek volt ez egy jó észrevétele, hanem maguk a regisztrált munkanélküliek, vagy akik az állásbőrzére ellátogattak, és maguk a munkáltatókkal is beszélve, mindenki elmondta, hogy mi nem jön oda szívesen, mert mindig ugyanazt az arcot látja, akivel már nem tudom, a munkáltató részéről már ugyanaz az emberrel volt neki 5 interjúja, az a munkavállaló már nem akar ugyanahoz a céghez menni, mert minek, 5-ször próbálkozott, egyszer nem vették föl. És éppen ezért úgy döntöttünk, vagy úgy döntöttem, hogy most hívunk világos legközelebbről honnan máshonnan Salgótarjánból. És épp ezért is mondtam, hogy a kapacitás, mivel hát az Adi ülési központ arra képes, amire azért sikerült más cégeket is megszólítani, és valamivel így nagyobb volt az érdeklődés. Ez tény. Tehát mindig rájöttünk arra, hogy igenis nem árt frissíteni. Azzal kell számolni, ami van, azt a lehetőséget kihasználni, ami van, de ezen belül úgymond ilyen rotációs jelleggel. Hiába mondjuk azt, hogy azt gondolnám, hogy a helyi munkáltatók, az lenne a legfőbb célig az, hogy a helyi munkáltatókhoz a helyi emberek kerüljenek dolgozni. Csak ennek már van egy határa. Tehát ez a lényeg, hogy valami változásnak mindig lenni kell. És akkor talán így mindig jön valami olyan apró eredmény, ami úgymond a közös érdeket, ugye a munkáltató, a munkavállaló és a mi érdekünket is, és hát ugye Bátony Terényi városát is szolgálja. Köszönjük szépen! Kérdést, hozzászólást nem látok. Én csak a félelmeimet osztanám meg a tisztelt testület, illetve az osztályvezető úrral. Ugye látjuk azt, hogy milyen folyamatok vannak a világban, az elszállási árak és egyéb tekintetben nagyon félő az, hogy
részben az építőipari kapacitás lejjebb fog hagyni, egyik oldalról, másról pedig a gazdaság belassulásával a cégek túlélésre fognak elhelyezkedni, berendezkedni, és ez magával fogja vonzani a munkanélküliek tömegét, akár bátorítani, és vonzhatja magával a munkanélküliek tömegét, és azt tudjuk, hogy egyik rész, ami a munkahelyi központban rendelkezik, akár most még regisztrált munkanélküliként is, azok valószínűleg a fekete gazdaságot erősítik, tehát be vannak regisztrált munkanélküliként, akár azért, hogy megkapják a támogatást, akár csak, hogy megfeleljenek a különböző, amit szerint teendőknek, de a fekete gazdaságban, vagy az országon belül, vagy az országon kívül de dolgoznak. Van egy másik réteg, aki nem akar elhelyezkedni, és nem is fog elhelyezkedni, valószínűleg az akarással van, mert kényelmesebb otthon lenni, és az a 20 forintból is kihúzza valahogy, mert neki nem kényelmes a munka. Aztán van a harmadik réteg, aki időközben, akár közmunkával, ezen túl menőleg most már nem a közmunkával, tehát volt az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedni, építőiparban, nem építőiparban, hát most az félő, hogy ezek megint a nyakunkba fognak esni és emelkedni fog mutató talán, mert erre mutató tendenciákat talán láttak is a munkahelyi központban, ha minden igaz. Ettől függetlenül én is akkor ezt tudom mondani, hogy Jók Tibor képviselőtársam mondott, hogy úgy gondolom, hogy a munkahelyi központtal, mint olyannal nagyon jó az együttműködésünk, és akár az előtti úr, akár pedig a kollégái nagyon készségesek és együttműködőek. Én kérem, hogy tolmácsolja a kollégák irányával is a köszönetünket. Bízom benne, hogy a következő időszaknak is a nehéz részén gyorsabban át fogunk esni, hogyha egymásba kapaszkodunk, nem pedig egymás ellen dolgozunk, vagy számunk éljük egymást. Úgyhogy jó munkát kívánok, és ezzel a kis kiegészítővel javaslom a testületnek elfogadásra a tájékoztatóban foglaltakat, meg kérem a testület, hogy itt szavazzunk. Legalább a képviselő testület 11 igen szavazattal tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. Köszönöm szépen, osztály vezető úr. Negyed napirendi pont következik. Bátorítani Vásár önkormányzatának 2022 évi költségvetés 3-szám múlva, az volt javaslat. Javaslom megtárgyal a pénzügyi költségvetési és ellenőrző bizottság, a gazdasági és fejlesztési, valamint a jogi és ügyrendi bizottság is. Megkérném a három bizottsági állapot az üdvözségen kialakult véleményeket ismertessék a testülettel. Gembicki Ferenc képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, az jogi és ügyrendi bizottság 3 igennel a rendelettervezet elfogadását javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm, polgármester úr, a gazdasági bizottság megtárgyalta és 6 igennel elfogadásra javasolja. Köszönöm. Köszönöm szépen, polgármester úr, bizottságunk megtárgyalta és 5 igennel támogatja. Köszönöm szépen. És vélemény észrevétel hozzászólási javaslat rendeltevezőben foglaltakhoz. Párszág István képviselő szó. A bizottsággyűlésen azt hangzott el, és ez a következő a költségvetés módosításához és a folyószámlahitelhez is kapcsolódik, azért mondom el most röviden, hogy időben maradjunk. Tehát az a pénzügyi bizottság úgy arra következtetés jutott, de a gazdasági bizottság is adott, hogy elsődleges cél ebben a helyzetben, amit most ön is mondott, főleg így a munkahogyi piaccal kapcsolatban, hogy a város működőképessége az megmaradjon, és gyakorlatilag, mivel ebben nem nagy mozgásterünk van, sem pénzügyileg, sem máshogy, elsődleges cél, hogy a város működőképességét meg tudjuk őrizni, és azoknak a intézményeknek, ami feltétlenül létszüksége az itt lakóknak, hogy ugye nem tudjuk, milyen helyzet adódik még a előttünk lévő időszakban, úgyhogy a pénzügyi szempontból mindenféleképpen ezek a lépések úgy gondolom, hogy indokoltak ahhoz, hogy legyen egy kis mozgásterünk, úgyhogy ezért is támogatjuk ezt és a következőt is. Köszönöm szépen. A képviselőnél sokkal durvább a helyzet, mint amit gondolunk, az elszámolási árak miatt, tehát még nem is gondolják el sokan, hogy mi a helyzet, ugye amit lekötöttünk, megrendeltünk, azt ki kell fizetnünk, akármi is van vele, tehát ugye amikor mi nem gondoltuk, hogy ilyen elszámolási árak lesznek, és akár köztéri szobrokat, akár bármilyen munkafolyamat megrendeltünk, ez elment területet, kifizetők, azokat be kell fejezni a munkafolyamatokat. Azt, hogy milyen új munkafolyamatok indulnak, azt majd szerintem semmi, ami ez a forrásába kerül, semmi nem fog elindulni, mert plusz forrást nem tudunk hozzátenni, most minden a működőképesség alá van rendelve. Vannak irányító elvek, mint elmondtuk. Egyik az, hogy ha már a működőképesség a fő cél, ettől függetlenül két olyan célt ragadnék meg, vagy fogalmaznék meg, ami szerintem fontos. Az egyik az, hogy a lakosságot nem kívánom terhelni
adókivetésében, bár kaptunk olyan körlevelet, hogy meg fogják nézni, hogy mennyire vagyunk, meg nem vagyunk az adókivetéssel. Nem kívánjuk ebben a helyzetben, örülünk arra, hogy kifizetik. Ez is gondot fog hozni a sok családnak. A másik ilyen alapelv pedig, hogy álláshelyekkel nem játszunk. Tehát jelen pillanatban, ameddig lehet, addig tartani fogjuk a most általunk foglalkozott személyeket. Nem értelemszerűen, tehát nem úgy, hogy értelmetlenül, de ebben a helyzetben nem szabad az embereknek a kezét elengedni. Ez a két alapelv a legfontosabb, ami a működésnél, vagy annál, hogy a működőképes megőrizzük, figyelembe van véve. Nem ígérem azt a tiszteletestületnek, hogy nem fogjuk még a költséges utasítást tárgyalni fogjuk, tehát biztos vagyok benne, hogy fogjuk. Ráadásul ugye, hogyha ténylegesen a döntések megszületnek majd, a rezsicsökkentéssel, vagy a költségcsökkentéssel kapcsolatban, hogy minél kevesebbet költsünk a költségekről, akkor értelemszerűen már testületül az általános felhatalmazást megkaptam, de értelemszerűen a testület irányába a tájékoztatást meg fogom állni, de tudják, hogy mikor milyen döntést fogunk meghozni, amikor milyen irányban fogunk elvenni. Valamilyen szükséges testület döntés, mert szükséges van, amit meg tudok saját hatáskörben is hozni. Jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy vannak olyan tényezők, amelyek jelentősen nehezítik azt, hogy most minden forrásunkat a működésre költsünk. Ilyen például pont az intézménye, tisztelt képviselő úr, hiszen egy 10-12 évvel ezelőtt elkészült iskoláról beszélünk, igaz, még nem én voltam a polgármester akkor, de egy akkor elkészült iskoláról beszélünk, ami csúszik szét. És az, hogy az oktatási folyamatokat lehessen folytatni, a kommunista munkát végeztet, nem tudok rá mit mondani. Tehát csúszik szét az épület, és értelemszerűen azt meg kell vasalni, mert van kerület a költségét ránk akarja terhelni. Emellett van egy olyan dolog, ugye, hogy a tankerület jelezte felénk, hogy vegyük vissza az intézményben lévő konyhákat. Mi mondtuk, hogy nem kívánjuk, mert egy batukát és nem külön helyezni számon van. Erre most olyan szinten megterhelte a szolgáltatónak, aki közöket is viszi a büdzséjét, hogy az az áremelés, amit behozott, már arra emelik, hogy kigazdálkodja a megemelt bérleti díjat. Tehát a tankerület részéről nem igazán látom, hogy humánusan állnak hozzá, és most önnek mondom, de tájt kell elhangozni, miközben egyúttal megsarcolja a közékeztetést, és a tekintetben próbálja laposság rátenni, másik oldalról meg nagyvonulóan tevékenykedik a tankerület, mert nem zárja be a Váci gimnáziumot. Most én mondom, hogy igenis egy ekkora intézményt be kéne zárni, és be kéne vinni a Váci gimnázium 39 diákját a Kossuth iskolába. Két osztályteremben, vagy legfeljebb háromban elférnek. És akkor elég mondtam, egy nagy intézmény működtet, mellette pedig másokat megsarcol. Ez így nem fog működni. És ezt önnek mondom, mint oktatásban lévő szakembernek. De hol vagyok én, hogy bíráljak egy ilyen döntést, miközben látom, jó, hogy mi levesszük a fűtést mindenhol, a diákok már 18 fokban fognak ülni, meg nem tudom, itt a hivatalban is nincs fűtés, meg soratán még tovább, ettől függetlenül máshol meg 39 gyerekért tartanak fönn. Attól az intézmény nem szűnne meg, csak átmenetileg egy másik épületbe, elnézést, átmenne egy másik épületbe, hogy rezsicsökkentsenek. Ezt a döntést meg kellene hozni. De nem ide tartozik. Tehát értsék jól, hogy egy lakosságra nem megy rá, kettő pedig hiába van maradványunk, abban a maradványból sajnos még ilyenekre is költenünk kell, a tankerület ránk fetszolja annak a költségét, hogy itt a megerősítéseket a vas részekkel megtegyük. És ráadásul pedig, aki felelősek ebben a kérdésben, azok pedig minket bírálnak, hogy esetleg felmerül a kérdés annak, hogy egy óvodát bezárunk, vagy nem zárunk be erre az átmeneti időszakra. Miközben neki soha nem volt háború, most meg háborús időszakok vannak, és elszórási járok. Inkább azzal kell foglalkozni, az intézményt, vagy amiket ők adtak át intézmények, vagy indítottak el fejlesztéseket, rendesen meg kellett volna csinálni, akkor ilyen problémáink nem lennének. És erről kéne tájékoztatni a lakosságot, vagy ha már nem tájékoztatja, akkor legalább csendbe kéne lenni. Várszagi úr, tanácsolja. Vitát nyitni meg nem is, hogy gyakorlatilag igaza van polgármester, csak annyit nyugtassuk már meg azért a szülőket, hogy azért nem olyan nagy probléma van, hanem az, hogy inkább az épületet azért én átvettem, próbáljuk úgy karbantartani, hogy az hosszú ideig működőképes legyen. Tehát ilyen szempontból a gyerekek azok biztonságos helyre járnak, tehát ön is járt kint. Képviselő úr, amikor leírja azt, hogy szakértő, az alapozás nem megfelelő, meg kell vasalni és el kell gondolkodni, hogy milyen kezelések vannak, de pillanatnyi beavatkozás is kell. Amikor le kell zárnunk ott
öltözőszekrényt, el kell venni a sportolás lehetőségeket, hogy csúszik szét az épület a tornateremnél. Az intézmény nem balesetveszélyes, tehát oktatási tevékenységre alkalmas az intézmény, de ne haragudjon, egy új építésű ingatlanról beszélünk, amiben, hogyha nem tesszük meg a beavatkozást, jön a tél, beázik, szétfagy, akkor onnantól mehetünk majd a pénzünk után, mehetünk az iskola után, akkor nem csupán ezt a kis részt kell lezárni, a végén az egész intézmény le kell zárni, hát benne van a szakvéleményben, hogy aláfolyik az alapozás, aláfolyik a víz, alatta mozgó réteg van, vagy agyagra tették, vagy nem megfelelő mélységű. Előbb-utóbb fenn fog állni, és már most is az van, tehát le van írva benne, hogy bizony-bizony egy beavatkozást meg kell tenni, hogy tovább ne romoljon az állapot, tehát meg kell vasalni. Ön is olvasta a szakvéleményt, én is olvastam. Igen. És erre nekünk, most elnézést, nekünk erre forrás meg kell találnunk. A kormányzati segítséget nem kapunk, az máshonnan kell elvennünk, hogy megmentsük azt az épület együttest. És azt a pénzt már elnézést, rendesen megcsinálják azt a munkát, azt a pénzt tudtuk volna költeni akár az ablak cserére a falusi óvodában. Akár. Tehát lehet menni máshová kopogtatni ezzel kapcsolatban, hogy hol keressék a óvodának esetleg a kérdését. És nem csak az óvodán eszem lesz, hanem még más intézmények is. Terenyei ügyfélszolgálat sorban még tovább. Nehéz, nehéz helyzet van. Nagyon nehéz helyzet van. A költségvetési szerveknél ki van adva, hogy 18 fok fölé hivatalba nem mehetnek. És nézzük végig, hogy föl van-e kapcsolva a légkondi, vagy nincs fölkapcsolva, fűtenek, vagy nem fűtenek. És egységesen vették le. Tehát megszűnt az időszak, mely szoknyába járunk be. Én nem mondjuk, mert nem járunk, de hivatalokban, hanem bizony-bizony vastag nadrág, meg pulóverbe járnak be dolgozni, már állami intézményekben is. Ez az időszak van, nehéz időszak van. És nem csupán az energiárak miatt, hanem az energia biztonság miatt is, mert nem tudjuk, hogy mi lesz, hogyha valaki megőrül és felrobbantja a török áramlatot is, és nincsen gáz. Na akkor gázban, mert nincs gáz. Úgyhogy látom jó, hogy lesznek még kölcsönös módosítások. De még egyszer mondom, alapelv az, hogy működőképesség megőrzése mellett lakosságra nem terelhetünk rá plusz költségeket, tehát az építményadót nem vezethetjük be, egyéb adót nem vezethetünk be, adót nem terhelünk rájuk. Az nem jelenti azt, hogy szolgáltatás csökkenések nem lesznek, mert az biztos, hogy elkerülhetetlen. Ezen belül is, hogy pontosan a közvilágítás lehet vagy nem lehet lejjebb benne, az egy külön kérdés. Ugye ezt is külön jogszabály rendezi sajnos. Nem pedig a településekre van bízva ennek a működtetése, és soradnám még tovább. És most szépen egyesével nézzük át a pénzügyi osztályvezető úrral, az önként vállalt feladatokat, a kötelező feladatokkal, és az önként vállalt soron, ami már megrendelés, azt kifuttatjuk, de ami nem megrendelés, azokat húzzuk lefele, ami olyan jellegű, azt értelemszerűen csökkentjük, húzzuk lefele, és nézzük meg, hogy meddig tudunk elmenni. Ott, ahol pedig tudunk racionalizálni, ott racionalizálni kell. Tehát most elnézést, egy város vagyunk, akkor ezeket a bipoláris, vagy hárompólusú, vagy négypólusú intézményrendszereket nem fogjuk tudni működtetni. Tehát művelődési háznak sem tudjuk a 4, 5, 6, 8, 10 telep helyet működtetni a városban. Meg nem fog menni az, hogy a kisztályi ügyfélszolgálat legyen, miközben Bátonyban amúgy is van. Vagy sorolhatnám még tovább az tevékenységeket. Szisztematikusan az utolsó villanyszámláig, a legkisebb villanyóráig és gázóra, fogyasztóig elmegyünk és megnézzük, hogy hol tudjuk csökkenteni, hol tudjuk kiváltani fosszilis tüzelőanyagot. Nem folytatom tovább, mert időben vagyunk, elmert az első nem beszámolva történet, úgyhogy szavazásra ezek a rendeltel ezzel foglalkozni, megkívánok testre tagjét szavazzunk. Megállapodni, a képviselőt 11 igen szavazott, a rendtervezen foglalatokat elfogadta. 5 napi rendi pontként a Városi Önkormányzat 23 évi folyószámhitel felvételével szorosan tárgyaljuk meg. Itt ugye csak arról van szó, hogy van egy folyószámhitelünk és 23-as évesen megkötjük. Márszegi képviselője a szó, mint pénzügyi költségvetési ellenőrző bizottság elnökének. Szóval polgármester úr, bizottságunk 5 igennel támogatja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény, észre, hozzászólás nem érkezett, szavazzunk. Megállapítom a képviselőt. 11 igen szavazattal az is a foglalatot elfogadta. 6. napirendi pontként Bátony Terenyei polgármester hivatal 2024-i tevékenységről szobaszámot tárgyaljuk meg.
érdekes módon a napirendi pont előterjesztője az a Babják név Bocsok Anna, a jegyzőasszony, aki még nem dolgozott egy pozícióban a 21-es névben. Ettől függetlenül megkérdezem, hogy kívánja kiegészíteni a szóban, leírtak a szóban. Nem kívánja. Képviselőségnek van a kérdés, hogy nem érzi hozzászólás javaslat. Válaszol István képviselő. Polgármester úr, én most nem tudom, jól működik-e a hangrögzítés, mert nem szoktam ilyeneket mondani, de egyébként én most meg kell, hogy dicsérjem az a jegyzőasszonyt, mert szerintem jó, fél oldallal több is, mint ami volt tavaly meg az előtt, és egyébként a borító is tetszik, tehát amit az előterjesztésekhez készített, meg az anyag is, úgyhogy ez különösen azért, mert az én számból, meg egy kommunista szájából, ez kifejezetten jó. Köszönöm. Mellé. Egyéb kérdés, vélemény, az hozzászólás javaslat nem érkezett, szavazását teszem föl. A beszámolóban foglaltak, az megkérdő testületekért szavazunk. Megállt a képviselő 11 igen szavazattal a beszámolóban foglaltakat elfogadta. Hát egy napirendi pontként Letovai Zoltán, a polgármester úr 2021 évi tevékenységhez beszámoló tárgyaljuk meg. Teljesen fölösleges, mert engem helyettesít végig, úgyhogy én elfogadásra javaslom. A polgármester úr nem kívánja kiegészíteni. Képviselőségnek nincsen kérdése, hozzá látunk. Köszönöm szépen, szavazzunk. Megálltunk képviselőt 11 igen szavazattal. A polgármester úr beszámolóját elfogadta. Ugyanez a tevékenység a 8-as napirendi ponttal kapcsolatban is Molnár Ferenc képviselőről, nem látó kérdés, de Válaszegi úr, parancsoljon ezt. Parancsoljon. Mert ha van a véleményem, esetleg még lehet, hogy jó is, akkor meg még az meg különösen, hogyha jegyzőkönyvbe kerül. Tehát, hogyha nekem egyébként azt szimpatikus, most félreértés ne essék, tehát hogy én azt látom, hogy az alpolgármesterek, most már úgy mondom, meg a tanácsnok az meg kifejezetten nem itteni dolgozó belső, de hogy járják a várost, és ez meg egy, én szerintem ez egy pozitív dolog, tehát szembesülnek azokkal a dolgokkal, ami, de mondjuk ez polgármester úrról is elmondható, csak neki más feladatkörei is vannak, ami kötelező, és azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, bár egyébként Letovai Zoltánnak már tegnap mondtam, hogy mivel nem írta be, hogy a Kossuth iskola ballagásán is ott volt, ez hiányzik a beszámolóból, ezért nem teljes, és ezért elgondolkodtam rajta, hogy megszavazzam-e. De most már megszavaztam, most már tanácsnok úrnak meg, tehát ha nem lett volna ott a neve, akkor is a stílusáról megismertem volna, meg a végzett munkájáról egyébként, hogy hát ennyi, és akkor a többit majd szóba kérdezzük meg tőle, mert ez volt a legvégén. Tehát azért mondom, ezt a stílusról is megismertem volna, úgyhogy én szerintem végezzék tovább így a munkájukat, főleg ebbe az időszakban, úgyhogy köszönöm szépen. Magához ragadta a szót, és nem engedtük el, így elegánsan történet, akkor én is elmondanám, tehát hetedik napirendi pont az alpolgármester úrhoz, hogy nagyon jó végzett tevékenységét, azt viszont látom, hogy a leterheltsége óriási volt, az indokolta a kiállt alpolgármester úrnak a kinevezését ugyancsak, tehát ezt a leterheltséget csökkenteni kellett, tehát olyan szintig, hogy engem helyettesít egy csomó helyen ugrik be dolgokra, puszom, mert te viszi a saját dolgokat, mi egymást nagyon nehéz tevékenysége volt, tehát nem akartuk, hogy az egészsége vagy bármi más nem menjen neki. Éppen ezért szükséget tett az, hogy behúzzunk egy segítséget, akár nekem, akár pedig neki. Egyébként a tanácsnokként előtte királt ide, és ugyanezt végeztem, hogy Molnár Ferenc. Tehát tanácsnokként ugyanígy belálltak ebbe a döntés hozatalba részben, részben pedig az előkészítés, részben pedig a munkafelügyelethez. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 12 év tapasztalat alapján most nagyon ütőképes csapat tudott összeállni, vagy állt össze itt a városvezetésben. Nem csupán a politika vezetésre értem én ezt, tehát az alpolgármesterekre és a tanácsnokra, tanácsnokokra, hanem a hivatalon belül is. Az a megállapításom, és köszönöm, hogy a képviselő úr mondta ezt még a hatodik napi rendi pontnál beszámolnál, az a véleményem, hogy az elmúlt időszakban egy új lendületet kapott a hivatal, tehát látszódik, hogy szárnyal a hivatal. Nem mondom, hogy nincsenek még különböző problémák, de egy jelentős attitűdváltáson vagyunk túl, tehát ez olyan, mint amikor a hideg tél napok után tavasszal kinyitjuk az ablakot és kiszellőztetünk, de hasonló történet történt most, és most úgy látom, hogy élezik a hivatal kellőképpen, és tudunk menni. Ettől függet, hogy a elődök munkáját és munkásságát is elismerem, és bizonyos szakértelmek hiányoz meg a hivatalból, de úgy gondolom, hogy mindenhol jót tesz egy kis vérfrissítés. Néha itt értelemszerűen ugyancsak jót tett a vérfrissítés, úgyhogy ebben is csak azt látom, hogy tudunk menni előre, és
látom jól, hogy nehéz időszakok fognak jönni, ahol még inkább óriási felelősségek vannak, és meggondolt fejjel kell döntést hozni. Nem hiszem, hogy azt egymagam így felvállaltam volna, bemondtam, hogy széles a vállam is elfér rajta, de sokkal jobb az, hogy sok szem, sok fül, sok száj, sokkal többet hall és tudja elmondani azt, amit gondolnak elő, és meg tudom én is valakivel vitatni a döntés előkészítési folyamatokat, mielőtt esetleg rossz döntést hoznék. Tehát elég makacs ember vagyok, meg önfejű, de ettől függetlenül vannak benne emberekre hallgatók, és azok az emberek vannak, akik akár a hivatal részéről, akár pedig az önkormányzat részéről, akikre a véleményére hallgatok. Úgyhogy köszönöm, hogy ön is így látja. Ezek után viszont fogadjuk el a tanácsnok úrnak a beszámolóját is. Megállapítom a képviselőt. Mondanál Ferenc képviselő tanácsnok úrnak a beszámolóját is elfogad. 9. napi rendi pontként a 2021 évben átruházott hatáskörben meghozott döntésekről szó tájékoztatókat tárgyaljuk meg. A tájékoztató megtárgyalt a Humán Bizottság, Gazdaság, Városfejlesztési Jogi Ügyrendi, mint a Pénzügyi Bizottság is. Megkérném a bizottságok elnök az ülésen kívül véleményeket ismertessék a testületben. Köszönöm szépen, polgármester úr. Ugye a 2021-es év az is egy különleges év volt ilyen szempontból az önkormányzat működésében. Ugye itt két irányú lehetett ez a átruházott döntések, hogy polgármester úr átvette bizonyos bizottságok irányításának működési döntését, illetve fordítva is megtörtént, hogy a bizottságok hozhatnak bizonyos feladatkörökről, hatáskörökről döntéseket. Így a mi bizottságunk három igennel ezt a tájékoztatót elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Köszönöm, polgármester úr. A gazdasági bizottság megtárgyalta, hat egybehangzó igennel támogatja az előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm, polgármester úr. A bizottságunk is megtárgyalta, öt igennel elfogadásra javasolja. Ön polgármester úr, bizottságunk megtárgyalt és öt igennel egy hangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm. Kérdés, vélemény, észrevétel, utasítási javaslat az előterjesztéshez. Nem látok. Kérem, szavazzunk. Megállunk és 11 igen szavazattal. Határozatosan foglaltakat elfogadta a 10. napi rendi pontként az újonnan felvett 2022 évi közbeszerzési tervmódosítási javaslatot tárgyaljuk meg. Tisztelt képviselőt, a hét elején vált bizonyossá az, hogy ebben az évben már biztos, hogy nem jutunk forráshoz, sőt, lehet, hogy aláírt szerződésünk se lesz azokban a projektekben, amelyek közbeszerzési tervben szerepeltek. Az is elképzelhető, hogy a következő év elején sem, tehát egyes információk alapján uniós forráshoz május előtt nem jutunk. Ezért nem szóval azt jelzi, hogy a 2022 évi közbeszerzési tervből szeretném kivenni az előzőben elfogott részeket, amelyek benne voltak, tehát amelyeket most nyertünk el. Különös tekintettel a TOP pluszos pályázatokra, amelyek ugye a 2020-27-es programozási időszakra, vagy 21-27-es programozási időszakra vonatkoznak. Ezen túlmenőleg, ha a közbeszerzési tervben ugye sok-sok tevékenység szerepel, akkor értelemszerűen megbonyolítja a különböző közbeszerzési tevékenységét, az egyéb összeszámítási, egybeszámítási és egyéb jogi tevékenységek miatt. Ilyen letisztult a kép jön a közbeszerzők irányába is, tehát értelemszerűen szeretném azt, hogy figyeljünk már oda majd erre, és erre megkérném majd kinyújt már egyébként a műszaki osztályt is, hogy a közbeszerzési tervünk az mindig aktuális legyen, mert ettől függ majd, hogy a közbeszerzés milyen irányba megy el, hogy megy el, merre megy el, minden megy el. Tehát inkább hívunk össze nem kívülést, és aktualizáljuk, ne pedig egyszerre vegyünk föl mindent a közbeszerzési tervbe, mert akkor, amikor látjuk tisztán, hogy már tervek rendelkezésre állnak, a közbeszerzés kiírás előtt áll, akkor inkább aktualizáljuk a közbeszerzési listát. Testülettől szeretném kérni, hogy ehhez járuljon hozzá és szavazza meg a szóban készítettek alapján a napi rendi pontot. Megkérdezni képviselőt, van-e kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás, javaslat az előterjesztéshez. Nem érkezett, kérem, szavazzunk.
megállapítom a képviselőt 11 igen szavazattal. A közbeszélési tervet módosította. 11 napi rendi pont egyebek következik. Gubernurat kérdezem, mert az egyebet tekintve alatt, hogy készen állunk a minden szentek mindenpére és halottak napjára, temetőkben rendben van minden, kukák ki vannak ürítve, tisztaságban, fákat levágták, stb. Köszönöm szépen. Még annyit kérnék majd a hivatal részéről, hogy nézzük át a közlekedés, hogy hogyan mind menjen meg a parkolást, hogyha meg mindig gond szokott lenni. Különös tekintettel a Kisterenyére, ugye itt kapitány úrnak volt egy felvetése, ha amekkora forgalom van a 23-ason az elkerülő út miatt, hogy ott a tevékenységek miatt elkezd beszakadni az oldala, tehát valószínűleg a 23-as úton, a Kisterenyei szakaszon, a hídtól a 21-esig valószínűleg már teljes forgalom zár lesz a következő időszakban, úgyhogy ennek a terheltségét majd a dobót fogja átvenni, tehát a dobóton majd el lehet menni és be lehet járni, illetve a dobót Honvéd út lesz az, ami segíteni fog. Egyebekben mondanám, hogy ugyancsak egyeztettem a Honvéd úti közösséggel, felvetésként van, és ezt a műszaki osztályt mondan felvetésként fogalmazták meg, hogy a pontosan rájuk terhelő forgalom miatt fekvő rendőrök felállítását kérik, és tíz területek fekvő rendőrök felállítása történik. Elhelyezése fog történni. Ugyancsak fölhívnám figyelmet, hogy november 3-án 30 éves a Bátortéri Rendőrkapitányság egy ünnepséget szervez a rendőrkapitányság a művözési házban fog megtartani, értelemszerűen ez menni fog. Megállapodásunk van a Gandhi Kft-vel, amiben biztosították volna a sportsak tevékenységét, nem például még nincs megállapodásom velük, hogy a rezsicsökkentés szempontjából télen hogyan tudjuk igénybe venni ezt. Kis türelmet szeretnék kérni, jövőre egyeztetek, és akkor tudjuk elkezdeni szervezni a téli bajnokságot. Ha minden jó vagy, akkor szeretném is elindítani ezt a történetet. A városnak szüksége lesz télen egy ilyen csúnyán fogalmazva villámhárítóra, attól függetlenül, hogy a leglátogatottabb esemény a városnak a téli televadógó torna. Szerintem egyeztetnem kell még a Gandhi Gimiben, milyen feltételekkel tudja kiadni. Ott elképzelhető, hogy majd a csapatoknak azt kell kérnem, hogy részben az zuhanyzást oldják meg otthon, hogyha újra nincsen meleg víz, nem lehet utána zuhanyozni, ha így vállalják. Vagy ha lehet zuhanyozni, akkor majd külön mérővel lehet, hogy egy villanyból el kell beszereznünk oda. Másik oldalról pedig a 16 fok, úgy néz ki, a temperatúrfűtés 16 fok lesz tartható, tehát ennél többet nem biztos, hogy fel tudunk venni, mert tényleg elszálltak a gázára, de szerintem erről a Kembicki képviselőtársam többet tudna mondani. A rezsicsökkentéssel kapcsolatban, tehát november 12-én megyek a kormánybiztosúhoz, Balvegyő kormánybiztosúhoz egy megbeszélésre, értelemszerűen novemberi testületülésen majd tájékoztatni fogom a testületekkel kapcsolatban, hogy milyen segítséget tudnak adni, vagy miről kell őket tájékoztatni. Úgy néz ki, hogy november 23-án tudjuk felavatni a közlekedési balesetek áldozatának állított emlékművünket, ami nem csupán emlékmű, hanem figyelemfelhívó emlékmű is ott a 21-es mellett. Kicsit furcsa a formája, kortárs művészeti alkotás, de pont ezt kapja föl mindenki, hogy milyen baleset vagy mi történhetett a 21-es mellett, pont ez is a célja, hogy sokkolja valamennyire a közönséget. A volt emlékmű elbontása megtörtént, tehát már az obeliszk nem áll az emlékparkban, azt már elbontottuk, a napok, hetek folyamán a többi rész is elbontásra fog kerülni. Kérem engedjék meg, hogy tolmácsoljam a második János Pápa katolikus általános iskola vezetésének, diákjainak, tantestületének a köszönetét az önkormányzat irányába a szobor miatt. Egy nagyon méltó avató ünnepségen vagyunk túl, és a szobor is gyönyörű lett, tehát egy nagyon szép műalkotással gazdagodott a városunk, remélem, hogy Becsbe is tudja majd a város ezt tartani. A karácsonyi díszvilágítással kapcsolatban még nem döntöttünk, de úgy néz ki, hogy nem lesz. A két fenyőfát fogjuk feldíszíteni és kivilágítani, de egyéb díszkivilágítást nem tervezünk most jelen pillanatban a városban, ugyancsak a költség csökkentés tekintetében. Nagyjából ennyi, ugye? A jelzőszer, amit el kellett mondanom. Egyéb hozzászólások is vannak. Jó, négyen várnak minket közmeghallgatáson, de azért lássuk. Tarin László képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgárstat. Nagyon gyorsan, akkor nagyon sietek.
Sajnos az a helyzet, hogy a, ezt nem szívesen mondom, csak megígértem, hogy tényleg, hogy elmondom itt a tévéhőzők nekik nagy nyilvánosság előtt, hogy az önkormányzat egy ideje elmulasztott utalni pénzt a társasházaknak a Bányavárosban található önkormányzati lakások után. Ez pedig abból adódik, hogy az üresen álló önkormányzati lakások közös költségét nem fizettük meg. Tudom és tisztában vagyok vele, hogy a gazdasági helyzet most olyan, amilyen, meg a pénz, minden pénz szükséges, csak valami nyugtató szót esetleg lehetne a lakóknak, hogy ez majd talán pótolva lesz. Sok lakó szólt nekem, hogy a esti, délutáni órákban a városban nagyon csatorna és szennyvízszag van. Most az esőben nem volt tapasztalható, csak nagyon melegben, hogy ez változni fog, vagy mitől lehet ez? Ezt szeretném megkérdezni. Nem, ez egy nagyon borzasztóan orcsavaró szag. Én tudom, hogy miért van, csak hogy akkor elmondanánk a lakók, tényleg a nézőknek is, hogy nem miért van ez. Én elmondtam, csak én jobban szeretném, hogyha itt ezt... Még van egy olyan, hogy a Rimai út 7, ott megígértük egy nagyon régen, hogy egy kis szakaszt leaszfaltoznánk, vagy betonoznánk. Lesz képviselő, most mondom, lehúzva. Jó, köszönöm. Egy csökkentés. Volt még egy kátyús dolog is, akkor az is le van húzva, gondolom. Kossuth úton is a Ligetúton van olyan kátyú, hogy egyszerűen nem tudom kikerülni, mert nekem vagyok az autónak. Borzasztó, tényleg. Mert ennyit szerettem volna, köszönöm. Képviselő, mint mondtam, beruházási jellegű kérdéseket, amit leaszfaltozunk, ilyenek, azokat átérkezzük. Ami állom megóvást, tehát a kátyúzást igyekszünk megoldani. Jó, tehát erre igényvény van, ezt megoldjuk. Ami a csatornaszagot érinti, nem tudok válaszolni, hanem tudja, akkor adja meg a választ nyugodtan, tehát én nem tudom a választ rá, miben csatornaszag. Azt tudom, hogy van egy technológiai illat a szennyvíztelepről, ezt érezhető, hogy 21-esen elmegyünk, amikor tisztítják, akkor mindig érezhető egy bizonyos csatornaszag, amikor olyan szél fúj, akkor befújja, hogy ott tisztítják egy kis régebbi történet, de azt tudjuk, hogy beavatkozások is vannak most ugye a 23-as elkerülő körforgalom és egyéb kapcsán. Jó, van Gubánó? Parancsolj! Múltban teljes egészében a szennyvízök kiszállítása került, ez egy kétnapos történet volt, úgyhogy az lehet egyfajta ilyen éreztetés, tehát most már nincs szennyvízök tárolás jelenleg, tehát minden gyűjtésre került. A beruházás kapcsán az létezhet egyébként a városban, nem kellene plusz szennyvíz szagnak. Kossuth út, hogy miből adódik, nem tudom most megmondani. 21-esen sérződik, Kossuth úton is sérződik. Tehát azért mondom, hogy ezt a maga a szennyvíztelep az gyakorlatilag, ami... A szennyvíztelep képesre. Az rendben. Erre próbálok az testbővítésben pályázni, hogy a szennyvíztelep kiszitú rendszerére, zárt rendszerét együtt, de sajnos rossz helyre érzték el annó. Mondnál fel a képviselő. Köszönöm az időt, de meg kell jegyeznem egy pár dolgot. Múlt testületülésen is elmondtam a Szabadságút, tehát már befejt. Jó, Tibor, akkor mondjad, de orvosi rendelő előtti parkolóban ez egy 20 centis gödör van, ahol a gázt bevezettük, azt jó lenne valami vagy bebetonozni, vagy mert pont egy idősebb ember szállt ki a kocsiból, és el is esett. Úgyhogy ezt jelezték is nekem is, hogy próbáljunk már valamit csinálni vele. És akkor gyermekek útján a táblacsere, nem tudom, a 21-es, vagy mikor történik meg, ha már folyamatban van, gondolom. Itt felhívnám mindenkinek a figyelmét, ami nagyon fontos, hogy november 1-én temetői járatok lesznek. Tehát egy átszerkesztett temetői járat fog működni. Ez pont jó is jön Kisterenyére, mert kétszer többet fog menni a helyi járat egészen Bányatelepig el. Könnyebben el fogják érni a lakók a temetőt, nem kell azon a össze-vissza fölbontott részen mindenkinek ott tolongani, tehát vegyék igénybe a temetőjáratot, azért hoztuk össze így, hogy könnyebben elérhető legyen a temetőig, vagyis a postáig, és vissza is. Ugyanígy ez vonatkozik a Maconkai temetőre, meg a Falusi temetőre. Úgyhogy figyeljünk oda, és megkérem a jegyzőasszonyt, hogy ezt jelentessük majd meg, ezt a temetőjáratot ugye a honlapunkon is,
hogy tényleg minél többen vegyék igénybe, ne a busz ne csak úgy furikázzon üresen, jó? Mert ezt azért találtuk a polgármester úrral, azért szerkesztettük össze, hogy ez működjön. Én csak egy témát, a szabadságúti beszakadt útnak a... Igen, ezt akartam kérni, hogy mert egy hónapja ki van téve egy tábla oda, de azt csak kerülgetni lehet, tehát garanciába kellene, igen, köszönöm szépen. De ezt beszéltünk út a sötülésen, hogy ezt is, tehát menni fog. Jó, egyéb hozzászólást nem látok. Nyilvánosul és megrendi pontjainak tárgyása végre értünk, hogy a tudnak, hogy amikor megtárgyásra zárt ülést rendelek el.